bármikor jegyvásárlás nélkül az a lépcső, ami követi ezt a felső évet belül az épület gyomrába a kiállítóterekhez, hanem a gyűjteményeknek is háromszor akkora lett a kiállítótér, tehát minden szempontból jobb helyre kerül, méltó, igazi otthonra talál a Városligetben. Alapvetően abból kell kiindulni, hogy mégiscsak egy szabadságharcos emlékmű van a tér közepén, és a hősöket azért úgy ünnepeljük, hogy nem építünk fölé házat, mert nekik közvetlen kapcsolat kell az éggel. Tehát ez alapvetően determinálta, hogy adózzunk a hősök tiszteletének. Amíg a hősök tere nevesített hősök tere, addig itt pedig a névtelen hősöket kell megünnepelni, amik mik vagyunk valahol, vagy legalábbis a polgártársak, és ők tudjanak ezen a két angyali szárnyon leülni és elgondolkodni az életükön. Ez volt az alapvető koncepció. 150 évig kereste a helyét ez az intézmény, elindulva a Nemzeti Múzeum patinás épületéből, időt töltve a Várbazárban, aztán Csillag utcai lakóházban, itt a Városligetben, ahogy a miniszteri biztos úr is mondta, az egykori iparcsarnokban, ahonnan egy borzasztó viharkár után kellett kimenekíteni a tárgyakat. A vihart úgy kell elképzelni, hogy hatalmas üvegtetőt is betört a jégeső, és reggel a múzeológusok az egyik indián kenút a csapadékvizát a látsodor vagy másik teremben találták. Szóval átrendeződött a kiállítás. Nagyon jó érzés ezt látni és megélni. Más a rajz, más a képzelet és más a valóság. Jó, hogyha megszületünk és nem csak képzelt világainkban élünk, hanem a valósat is megtapasztalhatjuk, azt üzenem mindenkinek, érdemes megtapasztalni. Ajtó egyes szereplői rendszeresen felvetették, hogy hát ez nem is egy kiállító hely, hiszen nem lesznek benne értelmezhető méretű kiállítóterek. Örömmel jelzem, hogy 7000 négyzetméter lesz a teljes kiállítás. Ez a sokszorosa a Kossuth térinek. Már most, ma az önök által megismerhető kiállítások nagyobb alapterületen készültek el, mint ami a Kossuth téren valaha megismerhető volt. Már most az önök által ma megismerhető kiállításokban kétszer annyi műtárgy közvetlenül megismerhető, mint a Kossuth téren lehetett az állandó kiállításban. Volt egy ilyen áldott 4 éves pillanat, amikor a miniszterelnökünknek volt lehetősége és akarata és ereje és ambíciója, hogy ezt megvalósítsa. Tehát a csillagoknak össze kellett állnia hozzá, és ebben azt mondják, szerencse nincs, véletlenek nincsenek. Létrejött az épület, tehát adózunk tisztelettel az épület előtt. Nincs tervezője az épületnek, az épület meg akart születni.